teljesen elégedett a 200 góllal nyerő csapata, akkor se a célnak megfelelt, ezt körülbelül így lehet jellemezni. Na akkor bocsánat, mi a cél? Hát egy ilyen edzőtábor és ilyen torna, ami messze van a világversenytől, ezt én is így csináltam annak idején. Ugye itt fizikális felkészítéssel nem kell foglalkozni, mert a bajnokságból jönnek az emberek, taktikai ismétlés, gyakorlás, új dolgoknak az átvételt. Tehát ha úgy akarom kifejezni magam, fejeket kell edzeni ebbe az időszakba, összerakni a támadó-védekező taktikát. Na most lehet, hogy nagyon buta a kérdés, de nem csak a világverseny van messze, hanem maga ez a világbajnoki selejtező is. Ugye június 14-e a napja egyébként a Sport TV közvetíti majd a mérkőzést. Hát ez 3 hónap. Amit itt most megtanulok, azt nem felejtik el addig? Hát azt is elfelejtik, amit 2 héttel előtte tanultak, úgyhogy ezt nem tudsz eleget ismételni, ez mindig óriási idézőjelben élmény volt az embernek, hogy amit, mit tudom én, 1 hónapja ezelőtt még tudtak, akkor mindent előről kellett kezdeni. Hát az lehet, hogy a mostaniakkal nem így van, de azért ez az általános tapasztalat. Ez egy nagyon hasznos időszak, függetlenül attól a távolságtól, és több kéne belőle. Hát igen, azt gondolom, ezzel mindenki egyetért már, hogy aki a válogatott mellett dolgozik. Nézzük akkor az eddigi eredményeket ezen a tornán, hiszen nem csak mi játszottunk, hanem a két csapat is játszott egymás ellen, méghozzá tegnap Felső Zsolcán, ahol ez volt az első hivatalos nemzetek közötti mérkőzés. És hát, mint láthatják, itt az erős sorrend az egyértelmű, még csak azt nem tudjuk, hogy az első két helyen a magyar-svéd, vagy a svéd-magyar a sorrend, erre is választ kapunk majd nem sokára, minden esetre a szlovénok nem jelentettek gondot sem nekünk, sem pedig a svédeknek. Mi volt a benyomásod az újoncok szerepléséről, hiszen ugye Iverio most 3 újoncot is bevetett, igaz, hogy nem mindennyian kaptak ugyanannyi lehetőséget. Hát a jobb szélső, a Váci kis jobb szélső, nem azért, Orbán, ha haza akarnék beszélni, nagyon megnyugtató az, nagyon ügyes dolgai voltak, azt hiszem 4 helyzetéből 3-at belőtt, nem is akárhogyan, tehát ő egyértelműen tetszett. Az irányító Bognár, hát ő elég sok lehetőséget kapott egy fél időt, nem tudta egyelőre azt, amit a Debrecenben meg tud csinálni, látszott, hogy nagyon elfogódott. A beállós cifra, őt nem látta, még nem látta még, de itt nem kapott sok lehetőséget, meg labdát se. Tehát nem tudott bizonyítani, biztos, hogy több van benne, ha ide került. Igen, hát azt meglátjuk, hogy ma lesz-e lehetősége Imre Vilmosnak majd többet játszatni az újoncokat. Ehhez az kell, hogy gondolom, hogy megnyugtató előnnyel vezessünk. Hát nyilván ez a cél, de hát erről bővebben beszéljen Gyulai Miklósnak maga a kapitány. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a Sporttelevízió nézőit Miskolcról. Az idei Pannon Kupa döntője következik rövidesen. A magyar női kézilabda válogatott Svédországgal játszik, mellettem pedig Imre Vilmos, a női válogatott szövetségi kapitány, akit sok szeretettel köszöntök, szervusz. Most jöttél az utolsó taktikai egyeztetésről, megbeszélésről. Mit kértél a lányoktól? Még egyszer átbeszéltük a taktikánkat, elsőben a védekezés feszességén, agresszivitásán szeretnénk javítani a múltkori mérkőzéshez képest, és hát nyilván hazai közönség előtt, várható nagy számú szurkolótábor előtt szeretnénk megnyerni a mérkőzés és ezzel a Pannon Kupát. Tegnap megnéztétek Felső Zsolcán a Svédország-Szlovénia találkozót. Mit tudhatunk a svéd válogatottról? Mennyire azonos ez mondjuk az olimpia részvett válogatottal, vagy mennyire más? Nyilván vannak nekik is hiányzóik a válogatottból, de azért a meghatározó emberek itt vannak, és a mai mérkőzésen a balátlövőjük Torstenson pályára fog lépni, tehát egész más arcotát fogja mutatni ez a csapat. Erős válogatottról van szó, az olimpián ugye Németországot, a világkupán Romániát győzték le, tehát mindenféleképpen egy sokat fejlődött válogatott az ellenfelünk. De én azt kértem a lányoktól, hogy tényleg feszesen jól védekezzünk, és elsősorban a belső hármast, Helgesont, Álmot és Torstensont próbáljuk távol tartani a kapunktól és megszüntetni a beállóval való kapcsolatát. Ez döntő lesz a mérkőzésen. Ha ezt meg tudjuk oldani, akkor szerzett labdákkal én úgy érzem, hogy sok gyorsítás, gólra nyílik lehetőségünk.
folyik a csapatépítés, én azért azt gondolom, ez nem túlzás, hiszen tényleg nagyon sok a fiatal ugye a mi csapatunkban is. Velük mennyire voltál elégedett? Átbeszéltétek gondolom a szlovéniai mérkőzés utáni tapasztalatokat. Szóval hogy látod, ők mennyire tudnak majd beérni a VB-s elejtezőre júniusban a szlovákok ellen? Igen, elég részletesen kiértékeltük a szlovén mérkőzést, és hát én úgy érzem, hogy Orbán Adrien nagyon biztatóan mutatkozott be az első válogatott mérkőzésen. 3 gólt lőtt, védekezésben egyértelműen fejlődni kell. Bognár Barbarától, ugye ott irányító poszton nehéz a magyar válogatottba mindjárt úgy beszállni, tehát lámpalázas volt, de azért biztató volt az ő bemutatkozása is. Hát nyilván egy hosszú út van előttünk, meg fogunk még nézni más játékost is. Lesznál lehetőségünk, remélem még akár az EB-s elejtezőn is, hogy kipróbálunk játékosokat, tehát a csapatépítés folyik. Azt látni kell, hogy beálló poszton Cifra Anita 15 percet kapott, de azért is látszott, hogy védekezésben egy jó játékos, egy jó védőjátékosról van szó, és kettes, hármas poszton is be tudjuk vetni. 19 éves, reméljük, hogy előtte a jövő. Pannon Kupa döntőjéről beszélünk, azért ezt meg kell kérdeznem, de nyilvánvalóan a csapatépítés szemszögéből nézett te is ezt a mérkőzést. Az eredmény is nagyon fontos, gondolom, de azért nyilván a mutatott játék az, ami ennél is fontosabb. Igen, és hát ezért mondtam, hogy játékban, főleg védekezésben szeretnénk előrelépni. Fontos az eredmény nyilván, de azért a múltkori mérkőzésen olyan 40-45 percig 6-os falat védekeztünk, aztán elkezdtük a nyitott védekezést, most a mai mérkőzésen ezt szeretnénk folytatni, és remélem, hogy jól megoldják a lányok, mert fontos, hogy lépjünk előre, több faltunk legyen, több szerzett labdánk legyen, és azért szeretnénk egy-két taktikai elemet kipróbálni. Sok sikert kívánok hozzá, és a mérkőzés után is fogunk beszélni, remélem. Köszönöm szépen, Imre, mi most hallottuk, visszakapcsolunk a stúdióba, és aztán következik a találkozó. Szupercsapatok, világsztár focisták, legendás stadionok, fanatikus szurkolók, nagy pénzek, szponzorok, botrányok, tragédiák, emlékezetes pillanatok. Egy szóval minden, ami a futballvilágát jelenti. A Spektrummal bettentes lehetsz a fociban. Aki ismeri a focit, az ismeri az egész világot, hiszen foci az egész világ. Vasárnaponként a Spektrum műsorán. Zsémá így ott? Élvezd az UEFA Bajnokok Ligája izgalmait a Heinekennel. Maradjanak velünk, nem sokára jön az állati tanácsok mindenkinek. Hú, de izgi! Jó, az már rádióban úgy se látszik. Addig is zene. Aztán vigyázzon magára. Vigyekszem. Küld nekem egy számot. Mire gondol? Valamit, ami mindenkinek tetszik. Cip küldi mindenkinek. Tavaszi betét 10%-os kamattal feltétel nélkül. A tájékoztatás nem teljes körű. A végén kérhetek egy számot. Feltétel nélkül. Cip Bank. 2008-ban is az év bankja. Mit tesz egy sportolót bajnokká? Az erő. Az agilitás és mindenek előtt a szenvedély. Az új 3-as BMW most megnyerő ajánlatokkal a márka kereskedésekben. Azért kár, hogy a régi jó dolgokból nem marad semmi. Csió hagyományos termékcsalád. A tormás sonkás sült krumplit kóstolta már? Megálmodtam, nyuszó-huszó, tudom már, mibe tegyük a pénzünk. FHB biztos betétbe. Tudod, mennyi a kamat? 12. Honnan tudtad? FHB biztos betét. 3 és 6 hónapos lekötésre 100 000 forinttól évi 12%-ot fizet. EBKM 12%. FHB, a hiteles bank. Magas fokú irányíthatóság. Kiemelkedő fékező hatás. Professzionális komiabroncs.
vagy biztosan. Hankook Tire. Hosszú volt az éjszaka. Kezdje a napot az új revitalizáló Q10 géllel, amely felfrissíti a fáradt, kimerült arcbőrt, hogy úgy érezze, sosem volt még ennyire kipihent. Új revitalizáló Q10 gél. Néve a Q10, krém változatban is, a kiszáradásra hajlamos bőrre. Néve a Formel, a férfiak választása. Szia, kutyus, tudom, hogy sok a dolgod, de Máténak kellene segíteni a háziában. Bárki csatlakozhat. A családi csomagban kártyás előfizetéssel is 0 forintos percdíjon beszélhet szeretteiddel. És most 3 hónapig havi díj nélkül is kipróbálhatod. Sőt, a Nokia 5000 praktikum csomagban most csak 15.990 forint. Pannon. Közel hozzád. A közvetítés támogatója az MKB Bank. Következik tehát a Pannonkupán a Magyarország-Svédország mérkőzés. Írjanak nekünk SMS-t, kérdezzenek Laurenc Lászlótól, kézilabda@sport1tv.hu, illetve 0630 30 30 001, ezek az elérhetőségeink, a helyszínen pedig Matusz Krisztián várja a hívásunkat. Jó napot kívánok, és nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok, kedves nézők! Jön tehát a Pannonkupa döntője. A Pannonkupák történetében a magyar válogatott még sohasem veszített. A tornát egy ízben az orosz válogatott nyerte, de akkor a miénk döntetlent játszottak a későbbi torna győztessel. Remélhetőleg ez a jó sorozat most is folytatódik, pedig az ellenfél azért lényegesen erősebb lesz, mint a szlovén válogatott, amelyről sejtettük, és később be is bizonyosodott, hogy jelenleg nem képvisel komoly játékerőt. A svédekről viszont nem mondható el, sőt, az olimpián bejutottak a legjobb 8 közé, éppen csak kicsúsztak az évvégi kontinens viadalon, a legjobb 8 közül a 9-ek lettek. Úgyhogy biztos, hogy komoly erőpróba vár Imre Vilmos csapatára, de mire számíthatunk a meccstől, a meccsel kapcsolatban? Ezt Rácz Mariantól kérdezem, hiszen vele követjük majd itt a helyszínen a mérkőzést. Köszöntöm én is a nézőket. Azt hiszem, hogy egy fantasztikus hangulatú csarnokban láthatjuk ezt a döntőbe beillő mérkőzést, és nagyon várjuk azt, hogy a magyar válogatott újra megnyerje ezt a tornát. Majd beszélünk egy kicsit arról, hogy ugye a szlovénok, majd beszélhetünk akár most is, hiszen a svédek bemutatása kezdődik, hogy a szlovénok ellen, inkább a szlovákok elleni világbajnoki selejtezőre, a szlovákok gyors játékára lehetett készülni. Most pedig a miénk egy új védekezési szisztémát szeretnének majd alkalmazni, illetve a svédek egy bizonyos játékelemére vagy a bal oldalára összpontosítani elsődlegesen. Igen, hát a mérkőzés előtt Imre Vilmossal és stábjával beszélgettünk arról, hogy valóban Torstenson visszatérésével az a legendás baloldaluk az rettentően erős, nemzetközi szinten is, úgyhogy erre mindenféleképpen fölkészültek. 5-1-es védekezést fogunk, 1-es védekezést alkalmazni ellenük, és meg fogjuk próbálni Görbi Canitával ezt a zavaró védekezést kialakítani. Ami nagyon fontos, hogy ugye nekünk majd cserélni kell védekezést támadásba, így a visszarendeződésnek a szabályozását, illetve taktikai elemeit is kiemelte Imre Vilmos, amit feltétlenül be kell majd tartani, illetve a két szélső elleni lerohanást és a felálltalan elleni védekezést is kiemelte. Láthattuk közben a svéd szövetségi kapitányt, aki most már Per Johansson, az Európa-bajnokságon még Ulf Schäfert irányította a csapatot, és Per Johansson a segítője volt, ám a GOG férfi csapatánál végül is döntésre kényszerítették Ulf Schäfertet, aki így már nem vállalhatta tovább a szövetségi kapitányi posztot. Herceg Péter és Südi Péter a mérkőzés két játékvezetője, a svédekről annyit, hogy Brunström kapus ezúttal pihenőt kért és kapott. Nagyjából hasonló szerepet tölt ő be a svéd válogatottban, vagy közel hasonló szerepet, mint nálunk Pálinger. Hongrenre a Lipse tartott igényt, Wilfreden és Víren pedig sérült, de azért ebből a keretből, amelyel most ideérkeztek a svédek, 12-en ott voltak az Európa-bajnokságon, és 8-an a pekingi olimpián. Szóval pillanatilag majdhogy nem ez a legeslegerősebb svéd válogatott.
Igen, és hát azt is el kell mondani, hogy kevés keresőt játszik otthon Svédországban, a nagyon erős dán bajnokságban, illetve Németországban játszik többségük. Így van, elsősorban a GOG, illetve az Aalborg csapatában kézilabdáznak. Legalábbis többségükben a svédek 3-3-an vannak ebből a két csapatból. Zsörvi Szanitához érkeznek a bemutatásnál, aki nem játszott túl sokat, illetve Bognár Barbara játszott az előző mérkőzésen jobbára, a második fél időben végig irányított, viszont ezen a mérkőzésen biztos, hogy Zsörvi is többet szerepel majd. Egyébként változás még az előző meccshez képest, hogy most parkettán szerepelnek a játékosok, említette Imre Vilmos a szlovénok elleni meccset követően, hogy volt, akinek a lábát egy kicsit megfogta az a talaj. Ezúttal ilyen jellegű probléma nem lesz, bízunk benne, és hát mozogtak is a lányok délelőtt. Igen, ebben a talaj problémában egyetlen egy gond van, ugye, hogyha naponta váltogatják egyszer parkett, a másik nap műanyag talajon, más cipő is kell hozzá, másképp pattan a labda, más lábmunka van hozzá, illetve hát a láberőből, dinamikából, gyorsaságból, figyelemből is egy-egy másodperces késés is már a mai kézilabdába elegy. Szóba került egy kicsit a talaj, kihagyta a tegnapi szlovénok elleni meccsét a svéd válogatott, aki a térdével küzdik, és azt mondják, hogy két egymás követő napon nem tud játszani, így aztán a magyarok elleni meccsre tartogatták kiváló átlövőjüket a svédek. Remélhetőleg azért sok gondunk nem lesz vele. Egyébként eddig mindössze kétszer kaptunk ki 20 meccsen a svédektől, 14-szer nyertünk 4 döntetlen mellett. Legutóbb a pekingi olimpián vertük őket a csoportmérkőzések során 30-24-re, akkor a jelenlegi keretből Görvic Vérten, illetve Tomori volt a legeredményesebb. Most jönnek a himnuszok. Thank you.
akkor Isaac Helgason okozta maga 6 góljával, de Torstensson is 5-ig jutott, Ámnak kevésbé ment jól, illetve Bossonnak sem igazán, már pedig ő kulcsemberei a svéd válogatottnak. Egyébként ők is világbajnoki selejtezőre készülnek, még pedig Zsiga Gyula csapata, azaz Montenegró válogatottja ellen lépnek majd pályára. Itt láthatjuk a svéd keretet, újoncokat avattak tegnap, közülük ezúttal is ott van a keretben 20-assal Hagman, aki volt is lőtt egyébként. Ő keretben jöttek úgyhogy változtathattak a tegnapi meccshez képest. Egyébként a második számú kapuk címerőjén utólag került Brubström sérülése miatt az együttesbe. Itt pedig a miénk, 16 játékos a keretben, 16-ot nevezett a mérkőzése. Imre Vilmos csak úgy, mint tegnap előtt a szlovén válogatott elleni mérkőzésen. Aztán a szlovénok ellen debütáló magyar játékosok közül ma kik kapnak lehetőséget, illetve mennyi lehetőséget kapnak, az majd a mérkőzés alakulását. Természetesen a miei. Igen, egy ilyen felkészülési mérkőzésen mindig azokat az arányokat kell megtalálni. Nem mindig könnyű, hogy a felkészülést az eredményességben hogyan alkalmazzuk, mennyit játszanak azok a játékosok, akik most itt is debütálnak. Hát azért egy hazai tornát illik megnyerni, és meg is szeretnénk ezt nyerni. Az erőviszonyok is, úgy gondolom, hogy valóban ez a két csapat, ezen a tornán a két legerősebb csapat. És én azon vagyok, hogy lássunk egy jó felkészülési tornát, egy jó döntőt, és egy szép kézilabdát. A miénk kezdik majd a játékot, itt pedig Herr Orsolyával a kapuban. Szlovénak ellenővé volt a második fél idő, mindkét kapusunk kiválóan védett. Kovacsik a jobb szélső, Soproni, aki azon a mérkőzésen 6 gólt tölti, Borsos Attila mezőny legjobbjának választotta. A jobb átlövő Görvic, Szamoránszki, Tomori és Vérten még a kezdőcsapatban. Tehát lehet mondani, hogy a lehető legerősebb kezdővel lépünk pályára. Tomori, Görvic. Tomori vár Vértenre. Soproninak hosszú volt a passz. Görvic megpróbálja talpról. Történt. Lieber tette fel a kezét, ő az egyik felső védője, az egyik hármas védője Torstensson mellett a svéd válogatottnak. Tomori talpról, bepattan. Szerintem szerencsés gól volt. Itt az első támadásban azt látom, hogy ez a svéd csapat egy elég jó védekező csapat, hogy ez a belső hármas, ez nagyon magasnak tűnik. Most nézzük, hogy nekünk a nyitott védekezésünk az mit talál ki itt a svéd támadások megakasztására. Megjátszák a beállót, Liberget. Torstensson és az ő kapcsolatának megakadályozása az egyik komoly feladata a magyar védelemnek. Torstensson, Kisztas Helgeson az irányító, Eriksson a Leipzig átlövője a jobb átlövő posztján. Torstensson rángatta meg Szamoránszki. A két szélen csak a teljesség kedvéért Bosson, illetve Wikensten a svéd válogatottban. Eriksson második beállónak. Kovacsicba mintha belefordultak volna, tovább engedi a játékvezető és Herr kivédi. Fornyák, ő védekezik Soproni helyén, Tomori most a jobb átlövő helyén. Miután jobbkezes jobb átlövők volt, könnyedén lehúzhatta a sarokba a labdát, Kovacsics a második gólszerző. Igen, ez lerohanásban egy nagyon szép húzás volt a Kónikának, és szépen befejezte. Klubjában elhangzott már az első mérkőzés során is, mely a világ talán legerősebb klubja pillanatnyilag, a Viborgról van szó, jobbára epizód szerepeket kap. Sipszó után lőnek volt a svédek, tehát a válogatott beli szereplésnek ilyen szempontból is fontos jelentősége van az ő szempontjából, az ő számára. Viszlát Helgesson. Érdekes taktika.
taktikai csata van, ugyanis már látható, hogy a svéd edző valamelyik átlőtt második beállósnak beküldi. És igen, általában Eriksson az, aki oda bekult. És ezzel mindenféleképpen zavarba szeretné hozni a mi védelmünket. Kíváncsi vagyok, hogy erre hogy reagálunk, illetve hát a mérkőzés további folytatásában a két edző mit talál ki. Tervéd, a kipattanónál viszont nem figyelünk, ez állandó probléma egyébként. Az első mérkőzésen is az volt, a gólszerző éppen az emlegetett Sara Eriksson. Kár értem, mert ezek a kipattanók olyan bosszantóak lehetnek egy ilyen felkészülési tornán, egy éles helyzetben, egy világversenyen pedig akár helyezések, győzelmek mehetnek el rajta. Sopranyi lövését védi Kain kapus, Kisztas Helgesson, Torstensson, Kisztas Helgesson, Torstensson le a szélre, bosszan, egyenlítenek. Megcsinálták ugyanazt Pepitával, mint mi a lerohanásnál. Úgyhogy szélről szépen befejeztek. Bozomból egyébként külön készültek a kapusaink a ma délelőtt folyamán, de nem könnyű, hiszen széles a repertoárja. Tomori végigviszi, és a kapufa besegít Tomorinak a végén. Ellen rá sem hárul túl sok feladat, viszont Győrben kulcsember, húzóember ebben az idényben a Bajnokok Ligája mérkőzéseken is Tomori, és most két góllal nyit ezen a mérkőzésen. A Helgesson vált ritmust, megakadályozza a húzást Vérten, és aztán visszahúzza őt Eriksson, ezért nem ő ért el a labdát. Vérten, Györvic, még nem rendeződtek a svédek, és ezt kihasználhattuk. 7 méteres a vége. Kornyák vitte be egyébként a labdát két ember közé. A Vértenosi szemfülességes agresszivitása. Ennek a dicséret ez a 7 méteres, hiszen ő szerezte meg ott ezt a labdát. Görvic, finoman. Nagyon elegáns. Görvic Anitához méltó megoldás volt. Technikailag nagyon szépen végrehajtott itt a lassításból. Még egyszer meg lehet nézni, hogy milyen szép. Nagyon elküldte a kapus. Egyébként mind a 4-7-esét belőtte az első meccsen itt a Pannonkupán, és most belövi az első. Torstensson. Kornyák tolja rá Vértenre, Eriksson. Igen, látható teljesen ez a taktikai feladat, hogy egy-két labdajáratás után vagy az ellenoldali átlövő, vagy pedig a beálló, a irányító játékos, mint ahogy látom, másik beállónak befut. Ez teljesen tudatos játék. Egyelőre még tudunk ellene védekezni, mert nem veszik észre egymást a svéd játékosok, de hát egy-kettőjük nagyon üdesen állott. Kornyák tolt, aki közben onnan Eriksson. Keményen védekezik vele szemben. Wiberg most megkapja a labdát, de nem tudja megfogni. Kovacsics viszont bezuhan a hatoson belülre. Torstensson, Wiberg zárna neki, Torstensson nem lő, Eriksson elugrik Kornyák mellett, hetes. És még 2 percet is reklamálnak a svédek. Azt nem kap Kornyák. Sajnos hetesnek hetes volt, úgyhogy ez ellen nem tudunk reklamálni. Hát vannak nekünk újra jó kapusaink. Jön Alm, a svédek egyik legértékesebb játékosa, ő lövi a büntetőt. Herr pedig majdnem kivédi, de csak majdnem. Pekhe volt pedig, megérdemelte volna. 4-3 ezzel, még vezetünk. Jön Sopronyi, Tomori. Sopronyira kimennek, ütköznek vele. Jól védekezett Iszás Helgesson, tárkap egy sárga lapot. Görvic, Sopronyi közel a falhoz. Ugyan szabad dobás. Jól zár egyelőre a hatos faluk. Úgy néz ki, hogy nem nagyon akarnak ők kimozdulni ebből a hatos falból, csak ha muszáj.
jól rántott ott össze két ember, Tomori, véletlen a gólszerző. Ezt nagyon szépen csinálták. Ide még egyszer átemeli, megveri a védőjét, be kell segíteni a szélről. Véletlen nekünk vincere van. Ez az Helgeson. Jörbics kiválóan állította meg. Ferguson, Torstenson, itt van, leválasztja, Epes, és most kiállítják Kornyákot. Erre figyelni kell továbbra is, hiszen az elején látszott, hogy második beállónak befutnak oda az üres helyekre. Az alapbeállósuk pedig elviszi arról a területre az embert. Késő reagálta. Ám második büntetője. Ezúttal lövőcsel nélküle villámgyors mozdulattal. És ember hátrányban vagyunk most, 5-4-es vezetésünknél. Leállok nélkül most, nagyon válogatott. Görbis. Értem. Tomori, Görbis már lenne szélen. Tomori. Feljebb tolják az érdekezésüket, a svédek majdnem a szaggatottig, sarokdobás. Nem baj, ezt jól csinálta az Anita, hiszen kaptunk egy sarokdobást a szögletet belőle, úgyhogy az idő az megy. Tomori egyértelműen a faltra játszott, sikerrel. Fönn a bíró, kezel Sopronyi. Leblokkolják, indulni nem tudnak, vagy nem akarnak a svédek. Stasz Helgeson, Bolzon. Torstenson akadálytalanul. Ő a szaggatottról is bevágja, hogyha nem lépünk ki rá, már pedig a hatos vonalon helyezkedett minden magyar. Bizony, és a magassága, a lövő ereje az teljesen egyben van, úgyhogy nem véletlen az egyik legveszélyesebb, hanem a legveszélyesebb svéd játékos. Egyébként az Aalborgban játszik. Kapata pillanatilag a hatodik helyen áll a dán bajnokságban. Tomori. Érten ütközik, marad nálunk a labda. Görbic, Tomori, gyengéske lövés, és még ember előnyben támadhat a svéd válogatott. Kisztesz Helgeson, Sopronyi, aztán Sopronyi ott marad Vibergel, rögtön kiegészülünk. Kár volt értelemben, majdnem volt egy pillanat, hogy labdát tudtunk szerezni. Mörtel ment bevédekezni, Torstenson. Vele ütközni kell, mert így meg fog bennünket szórni, hogyha csak ott állunk a hatoson, hetesen. Lesáncolni nem fogjuk tudni. Kapott egy zárást, ott Sopronyi nem tudott kilépni rá, Tomori meg nem ért oda egyszerűen. Mörtel most a bal átlövő és Tomori a jobb átlövő, Sopronyi helyén. Tehát jobbkezes jobb átlövőre vált Ide Vilmos. Magasabb szerkezetre vált ezzel a magyar válogatott. Görbic, Tomori. Keményen belecsípaszkodik Viberg. Mörtel. Tomori, Görbic. Az nagy labda. Óriási passz. Szamoránszki a gólszerző. Először vezettek a svédek, a meccsen nem sokáig. Nagyszerű bejátszás volt. És hát a bejátszás mellett a beállósunkat, a Szamoránszkit is dicsérjük meg, mert nem könnyű ott két ember között ilyen jól megfogni a labdát, és aztán nagyon szépen befejezte. Torstenson, most szerencsénk volt, a részről pattant ki a labda vérten. Ki volt már, alig ha nem, és így volt a kere. Görbic egy embert levesz egy csellel, és aztán belőli. Eriksonnal maradt ott egy az egyben, újra vezetünk. Most egyébként nem cserélünk, tehát marad a
padon Hornyák is, és Tomori, valamint Mörtel, a két hármas védő. És vissza is mentünk egy zártabb védekezésre. Megnézzük, mert talán kell egy szünet vagy időkérés ahhoz, hogy ezeket a problémákat a üres befutásokkal átbeszéljük még egyszer, és figyeljenek rá majd a védekezésbe. Dickensten a jobb szélső, a Széverhov 20 esztendős játékos előtte az első gólját, 7-7. Érdekes egyébként is a változás korábbiakhoz képest, hogy vértem most a szélen védekezett. Ó, mekkora átadás, megint Görvicből! Vértel lövi a gól. Szóval Görvic a kettes védő, ő szokott általában a szélen védekezni, amikor hatos falat védekezünk, és Vértel egyel beljebb, ez zseniális. Torstenson. Rozon. Kovacsic. Ismerhetik egymást Dániában is, hiszen Rozon is Aalborg játékos. Torstenson, most a bejátszás, egy picit hosszú Ivernek. Kovacsic, Torstenson visszaért, de attól még meg lehet verni. Kovacsic leért, hogy ellépte. Gondolkodott, megijedtött a Torstensontól, tett egy hosszú lépést felé, és ezzel megzavarta a gondokát. Ez viszont hetes, Iverg verekedte be magát. Az FC Köbenhavn játékosa, tehát a BL-ben szerepelt. Onnan azonban elköszönt az FCK-ó, hiszen a Hipo és a Podgorica mögött csak harmadik lett csoportjában, és a KEK negyed döntőjében szerepel majd rövidesen a Metz ellen. Alm ezúttal egy ejtést választ, 3-ból 3, ami a büntetőket illeti. Ez is szép megoldás volt, ismerjük el. 8-8. Az az érdekes lenni a svéd válogatók, hogy igazából úgy a védekezésükben semmi olyan különleges nincs, viszont hihetetlen lábmunkájuk van, és annyira együtt mozog labda felé az egész csapat, ami hát jellemző is a régen a svéd férfi válogatottra. Úgy látszik, hogy most szeretnénk ezt átvenni. Nagyon, nagyon nehéz ellenük gólt törni, és egy-egy ilyen szép gól, mint most is ez a bejátszás, ezekkel lehet megtörni, illetve kívülről átlövésekkel, amik eddig Tomoritól láthatunk egyet, de hiányoznak. Mörtel tette be egyébként most az emberéről leváló Szamoránszkinak a labdát. Szamoránszki belépett a Mörtelre kilépő kettes mögé, nagyon ügyes gól volt ez is. Helgeson, Torstenson, ott volt pedig az alsó sarok, üresen Torstensonról lekéstünk, most megköszönhetjük neki. Görbic. Valami ráragadt a labdára. Görbic, Mörtel szabadon, így a jó. Hozzáért még egy sáncoló, így kerül a kapuba a labda. Torstenson kezén pattan meg, és még így is hozzáért Káin kapus. Most egyébként bent van Hornyák, még pedig Görbic helyén. Alm először a pályán akció közben, hiszen eddig csak heteseket lőtt, ő az irányító, és ezt Helgeson váltotta be át. És mi is védekezésre próbáljuk keverni a kártyák az emberekkel. Nem nagyon találjuk eddig, tehát azt a távolságot kell megtalálni, hogy vagy sáncolni, vagy kilépni a eddig nagyon eredményes svéd átlövők ellen. És kapust is cserélünk, hát ha Pastrovicsnak jobban sikerül esetleg a fallal együttműködnie, de azt kell, hogy mondjam, kapus szemmel talán mondhatom, hogy nem a Herrósinak a hibája volt a eddig kapott góloknak az öme. Nem volt könnyű feladatuk a kapusainknak két nappal ezelőtt sem. Az ígyszerek sokaságát kellett hárítani. Görbic számított rá, Alm, és le is leste a labdát. És a lerohanásuk is eredményes lehet, ha Dickensten bedobja, már pedig bedobja. Egyenlítenek. 10-10.
keményen védekeznek, nagy küzdők, jó játékosaik vannak, jó csapat, úgyhogy egy nagyszerű ellenfelet láthatunk itt a Miskolci csarnokban, és hát mi is nagyon szép akciókat tudunk vezetni, belefér egy-két ilyen hiba is, hiszen hát ez egy felkészülési mérkőzés, torna, ne felejtsük el. Újra össze kell szokni a játékosoknak, egy-egy új ember, vagy új régi ember visszajött. Teljesen természetes, hogy van egy-két hullám, bölcs a játékban. Beállót cseréltek közben a svédek, Flogman érkezett Lieber helyére, egy jobb szélső befutás Wikenstentől, Alma, Bozon és Pastrovic. Nagyon ügyes védés volt. Volt az eredménye a videózásnak. Tomori, Kornyán, Mertel, megelőzi Kovacsicot, futni kell visszafelé, így nem, és Imre Vilmos időt kér. Azt hiszem, ő is látja, hogy kicsit rendet kell rakni a fejekben. Az első mozdulata az volt, hogy nyugalomra intett mindenkit, ha meghalljuk, hogy ő mennyire nyugodt. Figyelj, gyere közelebb! Meg kéne fordítanunk a játék irányát! Jobbra elment három labdánk! Balra kell hosszú feladásokat játszani, hosszú kereszteket, és az Orsi bejön, itt a kettes védőt kéne megverni. Ja, de jobbról játszunk egy pár mozgás balra. Hosszú feladás, hosszú kereszt, és ott bekerül a Zsuzsi középre belőle, abban folytatni a játékot, és az Orsi próbálja meg itt egyegyezni a kettes védő. Jó? A beállóban a visszarendeződés nagyon fontos, és a mélységi kilépés a torszerzorra, hogy jöjjön előrébb még a Zsuzsi. Jó? Egy kicsit előrébb és előbb hatogatni. Jó? Jó? De hosszúból kezdjük kezdeményezni. 2-3! Visszaköszöntek olyan témakörök, amelyeket mi is pedzegettünk, például a Konstanzorra való kilépés, de említhetném a visszafutást is a beállóval, és a támadás irányának megváltoztatása volt a fő mondani valója Imre Vilmosnak az időkérés alatt. Igen, abban mindenféleképpen igaza van, hogy itt ez az oldal sebezhetőbb, és amit kért a Vérten Orsitól is, hogy kettes védőt meg tudja verni. Néha jobban kilépeget, és talán gyengébbnek itt, itt van, ez az, ezt kérte, nagyszerű. Így van. Ám aztán szemrehányón néz egyébként Wikensterre, aki lehúzódott a szélre, és semmiféle segítséget nem kapott tőle a 15-ös számú Ám, itt láthatjuk majd, Vérten pedig egy az egyben elmegy mellette. Remekül bevált, tehát értem három gólos egyéb irány. 11-es Walter most a beálló a svédeknél, és Holborg játékos. Hát ott nagyon csúnyán beengedtük sajnos a svéd játékost. Szabad dobás. Irányító posztán pedig Gulden a svéd csapatban. Alma, ő a jobb átövő jelenleg Gulden. Még idejében kapcsolt? Nem. Szamolánszkit kiállítják. Kicsit benaludtunk ebben a védekezésben, és talán az is hiányzik, hogy egy icipicit agresszívabb legyen ez a magyar védőfal. Ember hátrányban vagyunk másodszor a mérkőzés folyamán. Alma. Torstensson végig a pályán egyelőre, és lő egy volt, megint nem lépünk ki rá. Nem tudjuk tartani, nagyon szépen a beállós elvitte ott a kilépő embert, és akár zárlevált is lehetett volna neki csinálni, de ő szépen belőtte a kapuba. Sajnos nem tudjuk tartani. Mertel. Érten. Görbic. Mörtel. Levértennek elég nehéz szög. Pekke volt. Ügyesen lőtte fölfelé. Elég segítette ki Kájn kapust. Gulden. Wikensten. Alm. Torstensson. Olyan magasról bátran ejthet.
négy gólos immár, és vezetnek a svédek másodszor a meccsen. Még Pastovics új egyét is érintette tán a labda. Jön a biztatás, és szükség is van rá. Görvic, bal szélső befutás, értelnek nem jött időben a labda, Görvic. Kíméletre nem számíthat ettől a védőfaltól, Walter rángatta meg. Igen, hát erre megfelelő válasz lehet adni a túloldalon, amikor ők támadnak. Görvic, a kapus hozzáér? Nem. Nagyon magabiztosan próbált indítani, fönn egyébként a bíró keze, ezért lőtt Görvic. Ez halovány kísérlet Tomoritól. Alm lendületből. És megmentik még? Nem. Értem. Jó, az induló Csel, Szamoránsz, ők visszaérnek, mi nem érünk föl. Nagyon szépen csinálta Vértem. Ketten megverték a teljes svéd csapatot gyakorlatilag, Szamoránsz és Vértem. Egy kiállítás. Hadmán 17 esztendős, most második válogatott mérkőzését játszó svéd újoncot, egy szinte újoncot küldik ki. Rutinosan nagyon szépen megoldotta a Vértem Orsi. Kicsit a felállt fel elleni támadó taktikánk az megállt. Nincs lendület, elképzelése nagyon látok. Görvic jól megtáncoltatja fenykapust, és aztán lövi be neki. Kensten, akit lecserélt a svéd szövetségi kapitány, de most vissza kellett jönnie, hiszen a posztjára állt Hagmar kiállították, hiszen Svelgesson újra az irányító, Alman egyszerre a pályán, Torstenssonnal szemben pedig emberfogás. Szamoránszki próbálja semlegesíteni most Torstensson. Alman. A bal szélsői Skoglund személyében az 50. válogatottságát ünnepli, tőle veszik el a labdát. Vérten, Torstensson nem bántja, volt lövünk. Edzők meg gyűrolmot kapnak. Itt pedig a játékvezetői döntéssel kapcsolatban. Hogy ott megkaptuk a labdát. Kettős emberfogás most. Torstenssonnak és Fiszta Helgessonnal szemben. Az egyik svéd nagyot esik, és lemarad. Ápolásra lesz szükség a jelek szerint. Beleszaladt. Igen, egy medvepuszi. Annak Skogsberg érdeklődött az állapota felől. Egyelőre rendben van Annak. Kicsit összeszedettebb védekezés fog erőt és hitet adni a támadásodban, és egy-két lerohanásból a föl tudom úgy építeni egy előnyt, amitől talán megnyugodnak a játékosok, mert láthatóan kicsit idegesen vagy feszülten játszanak. Hát nem értem, hogy miért. Nagyszerű a hangulat, klassz a csarnok, jó az ellenfél. Ilyenkor tényleg olyan, hogy... Lehet, hogy az utóbbival. Lehet. De igazából ezeknek a mérkőzéseknek van igazi értéke. Görvic, óriási passz megint Szamoránszki, aztán lent marad Szamoránszki a kezét fájlalva, ez is ápolás. Szintén klasszis megoldás volt. Láthattuk egyébként, ha már ápolás, az előző ápolás kiváltó esetet is. Nagyon jól lehetett látni, hogy Mörtel térdelt bele véletlenül ellenfele combjába. Viszont nem látni pontosan, hogy Szamoránszki hol sérült meg, ott megtolják egy kicsit hátulról. Rálépett a kezére. A játékos teljesen véletlenül. 14-12, végre újra két góllal vezetünk. 12-11-re még ők vezettek, tehát hármat lőttünk a zsinórba.
fogással érizzük Kortánsztól. Időt kér a svéd szövetségi kapitány Per Johansson. Rövidesen kiegészül a csapata. Mi nem őt hallgatjuk, hanem természetesen Imre Vilmost. Az a kérésem, hogy hármas helyen kevesebb sárc legyen és több out. Ki kell lépni, hogy muszáj a Torstenssonra. Jó, fordítsuk meg, a Zsuzsi jöjjön át ebbe a... Zsuzsi menjen ebbe a hármasba, jó? Tehát bal háromba, Mörci jobb háromba, és támadásban is a Mörci játsza a jobb átlövőt. Még egyszer játsszuk meg a hosszú keresztet, jó? És próbáljuk meg figyelni arra, hogy a következőre a Zsuzsi meg a Mörci csinálnak majd egy svédet. Jó? A beállót tegyük át a másik oldalra. Jó? Na gyerünk! Kettő-három! Svédet a svédek ellen. Remélem bemutatják, és akkor látni fogjuk. Illetve a nézők is, hát mi a kézilabdások tudjuk, hogy ez itt jelent. Fogok szólni, amikor megcsináljuk, és akkor elmondjuk. Annyi változtatás még, hogy Mörtel lesz egyrészt a jobb átövő támadásban, másrészt pedig helyet cserélnek majd Tomorival ott belül. Egyelőre nem történt meg, most viszont már igen. Egy de kár volt Mörtel. Kovacsicot állítják ki. Valóban nem volt törvényszerű, hogy ebből kiállításnak kell következnie. Egyelőre még nem tud jönni Orbán. Majd cserélünk, de egyelőre nincs rá mód. Ám. Dühöngenek a svéd edzők megint, hogy azért nem járt hetes. Torstensson. Most nekünk jó ez a kis labda eldobás, megy az idő a ember hátrányunkból. Ám, elindul a fal felé, fölteszik a játékvezetők a kezüket, ez viszont zicser így. Gulden a gólszerző. Ő egyébként tinédzser még, 19 esztendős és a Sevehofban játszik. De ott volt már nem csak az Európa-bajnokságon, hanem az olimpián is tavaly. Minden bizonnyal az egyik, hanem a legnagyobb svéd tehetség tehát. Görvic. Érten, Tomori. Jött el vissza Tomorinak. A 40 másodpercig vagyunk még ember hátrányban. Érten. Rátolták a vele szemben védekező Flagmanra. Görvic. Jaj, de szép. Muszáj a faltukat kierőszakolnunk, mert újra emberhátrányba támadunk. 17 esztendős Hagmannal szemben cselezett Görvic egyébként, ott talán lehet keresni. Tomori, azt úgy nem. Ez lendület nélkül. És nem is láttam egyébként, hogy több lett volna a bíró keze. Ámlő gólt aztán a lerohanásból. Ez az ötödik gólja. 3-5 hetesből, 2 akcióból Tomori meg lejön. A helyén Bognár Barbara. Újra 6-6 ellen. Nézzük akkor, hogy itt a Willikért. Bognár. Igen. Érten. Most kell megvennie. Most gyorsan játszottunk. De kár érte. Igen. Szemfülesen lesáncolták. Döntetlennél indulnak a svédek, és nem érünk vissza. Azt kérte Imre Vilmos, hogy szunderezni. Azt csinálni, amit most láthattunk tőle, ne hagyjuk a szélsőt. Bár ez nem Bozon volt egyébként, hanem Skogsberg. Akinek ez volt az első gólja az 50. válogatott béli szereplésén. Megint vezetnek a svédek, és csak 3 perc van hátra az első fél időből. Görvic bejátszása remekül előzte meg Alm egyébként Szamoránszkit, aki mutatja, hogy fogták a mezét. Van is benne igazság. Igen, most már ott
dobtunk két-három nagyon szép gólt, ők is figyelnek. Kicsit türelmesebb, tudatosabb játék kellene itt támadásban. Görvic. Óriási átadás megint. Laposan, hogy ne érjen le a svéd kéz. Szamoránszkinak viszont éppen kedvére való. A negyedik gólja Szamoránszki Piroskának. Nagyon jól lövi egyébként a helyzetei. Újra 5-1-es védekezés, Bognár Barbarával elől. Görvic nincs most a pályán. Őt váltja Hornyák. Tisztász Helgeszon. Holden. Látjuk megint a üres befutást. Holden futott be falba. Hornyák pedig Tisztász Helgeszon rángatta meg jó alaposan. Alme. Tisztász Helgeszon. Holden. Elindul egyedül, Bognár Barbara. Hulden. Alm. Jó zárás volt. De jól ér vissza Szamoránszki. Ez ügyes volt. Most mit reklamálnak egyébként a svéd kispadról, azt nem tudom. Fönn a bírók keze. Uff! Jött el, szájba vágta Almot. Csak szabad dobás. Ezért biztos, hogy járt volna a két perc alapesetben. Alm. Bevágja. Johansson pedig Mörterre mutogat, és neki magyaráz, ami igazán szimpatikus egy szövetségi kapitánytól. Görvic. Bognár. Orbán, Mörtel. Jó bejátszás Szamoránszkinak, a beállót megtaláljuk. Ez a sebezhető pontja úgy tűnik a svédek védekezésének. Ami nagyszerű, hogy nagyon nagy hatékonysága, 100%. Én is így számoltam. Értékesíti Piroska, és köszönjük meg. És ez nagyon fontos ebben a kiélezett fejfej melletti küzdelemben. Walter hibázott, de nagyon elaludtunk egyébként ennél az esetnél is, viszont vezetéssel fordulhatunk, ha. Szabad dobás, kevesebb, mint 20 másodperccel a fél idő vége előtt. Mi hamarabb el kéne végezni ezt a szabad dobást. 10 másodperc elment. Bognár talpról, lesáncolják. Meg kell fogni. Mörtel. Lehet-e még lőni, Orbán ellövi időn belül, de döntetlen. És nagyjából ez reális is érzésem szerint az első fél időben látottak alapján. Igen, jól kezdtünk, aztán ez a nyitott védekezés ez nem igazán ért el azt a célt az első fél idő elején. A svédek nagyon szépen kijátszottak bennünket, vissza kellett állni egy zárt védekezésre, és egy kicsit azt érzem, hogy tompa és nem kellően agresszív ez a csatához a magyar csapat védekezése. Ebben szerintem javulni kell, és akkor eldöntjük a javunkra a mérkőzést. Meghallgatjuk, hogy mi a vélemény Laurenc Lászlónak az első fél időről, rövidesen jön az elemzés Budapestről. Tudom, hogy sok a dolgod, de Mátinak kellene segíteni a háziában. Bárki csatlakozhat. A családi csomagban kártyás előfizetéssel is 0 forintos percdíjon beszélhet szeretteiddel. És most 3 hónapig havidíj nélkül is kipróbálhatod. Sőt, a Nokia 5000 praktikum csomagban most csak 15.990 forint. Pannon. Közel hozzád. Mennyire hiányzott az adrenalin, a győzni akarás, a szórakozás. Visszatértem. De nem ide! A póker az új játékom. Fedezd fel a benned rejlő pókersztárt. Uraim, játsz ingyen a világ legnagyobb póker oldalán. Pokerstars.hu. Digitális
digitális műholdas tévézés oda-vissza tekerős csomagokkal bárhol az országban, már 1700 forintos havidíjtól. Hívja a 1221-et, vagy rendeljen online. Nincs karikásostorom, nem vagyok betyár és nem hordok bőgatyát. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, és rajtam kívül még több millióan értik, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, anyám tyúkja. A család nevem megelőzi a keresztnevemet, és nem örülök, hogy a turisták összekeverik Budapestet Bukaresttel. Büszkén gondolok Mátyásra, az igazságosra, az anyák megmentőjére, Rodolfóra és Paplacira. Szeretem a déli harangszót, Erős Pistát, a sárga villamost, a Mákos Kubát. Itt élek Európa szívében. Vízilabdában mi vagyunk a császárok, és igenis, nálunk élnek a világ legszebb női. Magyarország, én így szeretlek. Fiaknak, akik győzni akarnak, akár a hajhullással szemben is. Bemutatjuk az új hajhullás elleni sampont és tonikot a Nivea Formanföl. Új Hair Recharge. Stimulálja a hajgyökereket, elősegíti a haj növekedését és csökkenti a hajszálak természetes elvékonyodását. Új hajhullás elleni rendszer. Nivea Forman. A férfiak választása. Az új érintőképernyős Nokia 5800 Express Music. Play, Share, Touch. Az új Nokia 5800-t számlás csomagban most 19.980 forintos kezdő részlettel elviheted. D-Juice. Hamarosan még több lehetőség vár rád. Ó, hatalmas mester, végre megtaláltunk téged. Azért jöttünk, hogy energiát kérjünk tőled szellemünknek és testünknek. Energiát tőlem? És ezért megtettetek ilyen hosszú utat? Igen, nagymester, meditációt és lebegést szeretnénk tanulni tőled. Miért nálatok nem kapni redbült, hiszen az ad szárnyakat? Jöhet a következő... Próbált már leszokni a dohányzásról a gyermekéért? Esetleg saját egészsége érdekében? Talán a partnere miatt? Vagy csak önmagáért? Bármi legyen is az oka a leszokásra, orvosa segíthet. Kérdezze orvosát, hogyan győzze le a dohányzást. Készült az Egyensúly Alapítvány megbízásából. Magyarország, Svédország, tehát a félidőben 16-16. Mielőtt beszélnénk a látottakról, egy friss, sajnos kézilabdához is kapcsolódó hír. A Magyar Sportért Emlékérem aranyfokozatát adományozza Petre Kozmának, a februárban meggyilkolt Marian Kozma román kézilabdázó édesapjának, Gyenesei István önkormányzati miniszter. A tárca pénteki tájékoztatása szerint az elismerést a sportért is felelős miniszter március 14-én adja át Bukarestben a Magyar Köztársaság követségén. Az indoklás szerint Petre Kozma a gyász legnehezebb pillanataiban példamutató emberi nagyságával, megnyilatkozásaival és cselekedeteivel békére, megbecsülésre és az egymás iránti tiszteletre tanított mindenkit. Ez a Magyar Távirat Iroda közleménye, mi pedig folytassuk a magyar-svéd mérkőzés első félidejével, amely hát ugye egészen más minőségű és más játékot is hozott, mint amilyen ugye a szlovénok elleni volt. Itt alaposan föl kellett kötni a nadrágot? Mit? Hát szoknyán. Igen, hát szoknyában nem lehet játszani, úgyhogy nem jött kénytelenek a nadrágot fölkötni, és ideje lesz, mert hát ezért ez igen messze van attól, hogy itt ezt biztosan megnyerjük, ezt a mérkőzést. Itt az SMS-ezők említik is, hogy talán lebecsülték a lányok. Nem hiszem, hiszen láthatták tegnap, hogy ez egy más kategória, mint az előző napi.
csak nem akar összeállni a védekezésünk. Pedig ugye pont erről beszélt Imre Vilmos a meccs előtt, hogy mekkora hangsúly van a védekezésen. Igen, hát végső soron ez egy örök téma a kézilabdában, hogy a meccset védekezéssel lehet megnyerni. Hát ebből mostan elég keveset láttunk, a kapusaink is igen kiszolgáltatottak, és az a gond, hogy nem működik az 5-1 sem, illetve a 3-2-1 sem, meg a 6-os fal sem. Tehát jól látja a Vili, hogy min kell javítani, hát reméljük a második félidőben. Miért nem működik? Ezt egy szakszemmel lehet látni, hogy mi az, ami hiányzik a mieink védekezéséből? Hát minden körülmények között mind a két formában az agresszivitás, a megelőző jellegű tevékenység nem megy a lábuk, vagy fejben nem tudják követni az ellenfél akciót. Ugye, mert abszolút laikusként az ember azt gondolja, vagy gondolná, hogy a védek, ezek szerint ez tanítható. Nem? Tehát ez van, erre sokszor szárnyék kérdése, igen. Van, pontosan. Ez akarati és fizikális képességeket igényel. Reménykedhetünk benne, hogy előbb-utóbb működni fog. Hát igen, meg ismét mondjuk azt, hogy a remény hal meg utoljára. Na, ami viszont ugye remekül működött, itt láthattunk is például egy csodálatos paszt, az Görbic osztogató játéka, úgymond, mert akár Vértenorsinak, akár Szamorászki Piroskának csodálatos labdákat adott. Igen, tehát végső soron a lőtt 16 góllal nincs is olyan nagyon nagy hiba, kevés volt a eladott labda, tehát a technikai biztonság is viszonylag jó volt, szép dolgokat is láttunk, akár széleken, akár a beállóssal való kontaktusba. Talán egy kicsit az átlövés hiányzik, de a támadójáték az elfogadható. Uh-huh. Most te is említetted a kapus teljesítményt, azt azért ugye jól látjuk a világban, akár női, akár férfi vonalon, hogy ahhoz, hogy egy csapat mondjuk hosszú távon jó eredményeket érjen el, ahhoz nagyon magas szintű kapus teljesítmény szükségeltetik. Pálinger Kati pedig ugyebár, aki a mi első számú kapusunk, valószínűleg nem játszik a szlovákok elleni mérkőzésen, ezért játszunk most Herrel és Pastovicsal. Megoldás lehet ez hosszú távon? Hát valami megoldást kell keresni, mert Pálingerből egy van Magyarországon. Nem emlékszem rá, hogy lenne belőle másik. Tehát mindenképpen őnekik lehetőséget kell adni, de igen, magára hagyta a kapusokat a védekezés bármelyik formája. Igen, tehát ugye... De bravúr kéne, tehát a kapus azért van, hogy a védők hibáit korrigálja. Igen, de azért, ahogy említetted, ez egy kiszolgáltatott helyzet is tud lenni olykor. De nagyon. Na jó, hát reméljük, hogy a második félidőben sokkal ritkábban kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe a kapusaink. Kapcsolunk vissza Miskolcra. Köszönjük szépen. Herr Orsolya a magyar válogatott kapujában, a jobb szélen pedig Kovacsics, mellette Cifra, akinek ez a második fellépése tehát a válogatottban. Mörtel, Tomori, Görbic és Vértem még a pályán. Egyébként elgondolkodtató volt, amit a stúdióból hallottunk, hogyha már pedig nem bizonyal így van, hogyha a védekezés akaraterő fizikai állapot kérdése, akkor egyrészt reménykedhetünk valóban, hogy összeáll majd egyszer, másrészt elgondolkodhatunk azon, hogy miért nem állt össze még, hogy mi hibázik. Igen, hát ez igazából jó csapat önmagától is egymást hergelve, illetve biztatva a játékosokat föl kell építeni. Jaj! Ez csúnyán. Azt hiszem, hogy fej volt ráadásul, vál, az sem kellemes éppen. Sajnálatos összeütközés volt, reméljük, hogy nem komoly a baj. De visszatérve ehhez tényleg olyan, hogy azért azt érzik ott, hogy valami nem stimmel a védekezéssel. Tehát valóban ki kell lépni, kicsit föl kell pörgetni. És ez hát Lawrence mesternek azért egy pár évtized van a háta mögött. Bár én nem voltam, nem dolgoztam vele, de azért legendák keringenek arról, hogy ő milyen eszközöket vetett annak érdekében, hogy egy ilyen leült csapaton a hangulatán változtasson akár mérkőzés közben is. Igen, egymást egyébként lehet felhúzni, csak hát kell hozzá hajlandóság. Szerencsére Herr Orsolya felépült és folytatja a kapuban. Tomori, Görbic, Mörtel, talán be is vihette volna Görbic. Próbált a talpról, kicsit kicsúszott a kezéből azonban. Áll,
Christensen. Át tovább Eriksson. Összeszedte Flogman, és aztán a létre pattintja. Flogman Wider gólt, bocsánat. Ez ó, Verbic! Tőle lehet számítani váratlan húzásokra, gyönyörű megoldásokra. Stenson. Her ott marad, rájárat úgy, mert most éppen telibe lőtték az arcát, de védte Bolson lövését. Ez néha jót szokott lenni a kapusoknak, mert ezután kezdenek el fogni. Úgyhogy legyen így. Két. De szépen odaállt az orsz, szépen zárta ott a szöget. Két kivédekezett akció után Tomori. Hal szerencse, vagy mégsem? Nem, így jó, Kovacsics. Ha már kifelé pattant, akkor a lehető legjobb helyre. Ám. Kastenson. Befut a jobb szélsőjű. Kastenson. És Herr. Nem jó az indítás. Bolson. És ezt is kivédi Herr. Na. Mondom én. Elkapta a fonalat vissza. Aztán elnézést kér Tomoritól az iménti passz miatt. Nöppel. El. A lécről pattan fölé, de igazából ez nem volt gólt ígérő lövés. Mindenesetre visszatérve a stúdióban elhangzottakra, ez a védekezés és kapus kérdés, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy Pálinger katonai személyében egy világklasszis kapusunk van. Mert én azért mindig jelen időben beszélek, és remélem, hogy a Katja azért még itt a válogatottban fog segíteni nekünk, a sportágnak is. És magunk között legyen szó, ha elkényelmesítette a védelmünket. Tehát itt a védelem egy munka, a Kati nagyon sok mérkőzésen nagyon sok labdát fogott. Az, ebből a szempontból, hogy ő most nincs, az is, hogy látszik, hogy bizony a védekezésben a mezőnyjátékosoknak is kellene egy picit hozzátenni. De most Herr, mint hogyha Pálinger arteregója lenne, bravúr hátán. Értem. Itt a lemegyő csak védekezésben van benn, Szamoránszki támad. Mörtel, Tomori. Mörtel lehet lőni, kapu fölé sajnos. Ám. És ezt is kivédi Herr, kipattanó viszont, és védeké. Hát most jól belőtték a Erosit, úgyhogy volt még nem értek el a második fél időben. És itt is a visszarendeződésbe sétálgatunk a svéd csapat mellett, tehát tényleg egy picit föl kellene ébredni már a védekezésbe, mert ez elég bosszantó. Kostenson hozzáért, majdnem azt mondtam, hogy sajnos, de lehet, hogy hál' Istennek, Mörtel. Kastenson, Tomori labdára vadászna, Eriksson lő gólt. Sajnos azzal, hogy Tomori nem érte el ezt a labdát, lyuk keletkezett a védelmünkben, és ezt ki is használták. Sopronyi bent van újra, hosszú idő után támadásban, Mörtel helyén még hozzá. Fölállunk egy játékhoz. Egy jobb szélsőbe futás, kiállítás. Kovacsicsnak tépték meg a karját. Bolson küldik ki.
lekésett az emberéről Bolzon. Egy győri figura volt, szépen csinálja a Győr is, de mi is szépen válogatottban is megmutattuk. Gervicsan itt a kezében a labda, tapis csere a svédeknél, ennek Zimmergren jön, itt tehát utólag hívtak a keretbe. Magukat a svédek. Per Johansson látta, hogy a kiállított szélső helyére be kéne küldeni Szöcsberget, de nem hívott le senkit. A segítője kapcsolt az utolsó pillanatban. Ember hátrányban húzzák végig, ez azért kritika, elég erős kritika. Vikensten a gólszerző. Szélsőbe futás, a lappal előtt. Görbisz le a szélre, Soproninak. Szép. Ő a szélről is képes érvényesülni, ez bebizonyosodott most. Nem nagyon figyeltek rá, őszintén szólva. Az első gólja a magyar bajnokság góllövő listáját vezető Soproni Anettnek. Balszérről indul a beálló, Eriksson, Berg, belülvédekezést igyekezett összehozni, törölni kell majd, legalábbis a svédek szerint a játékvezetők működöttek nem, Alm, arcon lövi a társat és Görvic ezzel végig mehet. Néz befelé, Alm egy kicsit kiszorítja és kivédi Kain. Nem tudott passzolni Görbic, pedig alig, hanem azt szeretett volna. És nem bokájára, remélem, hogy nincs baj. Jó, most már felállt, jön visszafelé. Az viszont nem jó, hogy így létszámazonosság alakult ki, és hetest hoz össze Viberg, aki ott maradt Kovacsiccal, és Szifranitát kiállítják ráadásul. Békés Csaba játékosa egyébként a 19 esztendős Szifra. Bohus Bea óta nem volt válogatott játékos a Békés Csabai női kézilabdának. Igen, és hát Békés Csabán azért nagyon, tehát régebben is az utánpótlás, nagyon, nagyon jó utánpótlás nevelés volt. Most a Máté Fieszter oda kerülésével a NB1-es csapat felnőtt csapatnál is nagyon komoly eredményekért érnek el, nagyon szép munka folyik. Az utánpótlás, az nevelésük pedig legendás, úgyhogy ez a magyar kézilabdának is nagyszerű, hogy ott ilyen stabil háttérrel, önkormányzati támogatásra folyik, ott nem ott folyhat a kézilabda érdekében. Közben feljöttek egy gólra a svédek, Johan Almak ez volt a hetedik gólja, ahogy láthatjuk, ő a mezőny legeredményesebbje, hetessel válaszolhatunk. Értem betörése, ilyen büntetőt. Szép akciót mutattunk be. Görbic, maradt a vonalon Kain, de előtte Steve Görbic Anita. Neki ez a hatodik gólja, nagyon jól lövi a büntetőket a tornán. Maradjon is ez így. Kap egy zárást. Kornyák néz a játékvezetőre, úgy érezte, hogy szabálytalanul zárták el tán. Kostenson könnyű gólt lőhetett aztán. Ez volt az ötödik. Igen, bár öten vagyunk, még mindig én is ugyanúgy, hogy a Lawrence László a stúdióban hiányolom a védekezésnek a agresszivitását, és talán egy kicsit a hozzáállást is. Soproni. Görbic, szép, ez még szebb, Kovacsics, gyönyörű játék. Nagyon szép akció volt.
Svensson itt kapja az árást. A húzás értem megakadályozza. Bravúros volt. Kiegészültünk. Alm. Eriksson. Alm. Eriksson futja most. Alm. Na végre egy ütközés volt. És aztán Belé. Bent állt már. Bent állt eleve Liberge. Tomori lendületből. Ez az. Óriási gólt ragasztott a felsőbe. Megléptünk három góllal, nem is emlékszem, mikor volt ilyen utoljára. Alma. Kastensson. Eriksson. Alma. Úgy veri meg Mörtelt, ahogy akarja. Villámgyors indulócsel, ám 8 gólos. Ez most nem az Olimpia, ahol 12 kísérletéből mindössze 3 gólt lőtt nekünk. Most nagyon megy neki. Igen, és hát azt nem szabad elfelejteni, hogy nagyon fiatal csapatról van szó, aki sikeréhes, és ha így fejlődnek tovább, mint amit látunk az elmúlt 1-2 évben, Szamoránszki! Akkor nagyon kemény ellenfelek lehetnek. Itt a Körbit-Szamoránszki páros kapcsolat továbbra is él és virul. Nagyon szép bejátszás volt. Külön öröm számomra az, hogy ezekből a gyönyörű lassításokból valóban a kézilabda szépségeit láthatja, technikailag is hogyan lett végrehajtva. Ugyan nagy szerencsénk volt most. Mikensten ejtette a lábára a labdát. Egyébként szinte sort cseréltek a svédek, majd az egész csapatukat lecserélték. Vérten. Tomori. Görbit. Kitámaszt, és ő egy iszonyatosan nagy gólt. Nagyszerűen kézilabdázik. Igen, és azért a Szamoránszki piroskát is dicsérjük meg, mert szépen folyosót megcsinálta neki egy zárással. Úgyhogy ő kapcsolatuk nagyon, nagyon jól működik itt a támadásoknál. Öröm látni. Mint ahogy azt is, hogy Hermos védi Kastenson lövését, sajnos Kovacsics már elindult előre, nem volt ott a kipattanónál. Kastenson. Gulden. Kastenson bepöttyinti. Ott nem lehet most. Gulden. Islas Helgeson zárna. Tomorinak majdnem leszakítja a kezét ez a lövés. Szerintem. Játékos. Hermos a labda. Figyelt a szélső befejezésre, úgyhogy ez is egy szép védés volt. Itt még le tudták húzni Bolsonnak, de egy nagyon picit hosszan, és számított erre az esetőségre Herr. Hoppá! Tomorit löki Hanyat Viberg, aztán mondja magáét neki, törölni kell majd. Ember hátrányban vagyunk egyébként, hogyha minden igaz, nem látom még, hogy kit állítottak ide. Talán Mörte lehetett az előző akciónál, nincs előttem, hogy ki volt ott akció közelben. Kovacsic, kapom az információt kollégáimtól, valóban Orbán a jobb szélen. Magnus Johanssonnak, Per Johansson segítőjének magyarázza a játékvezető. Egyébként Magnus Johansson a Szévehó edzője. Ez a csapat adja természetesen, hiszen a legjobb svéd csapatról van szó, a legjobb játékost a válogatottban. Igen, a kiállításnak az ideje nincs a jelzőtáblán, úgyhogy ezért állították meg a játékot. Ezt külön jelzik a játékos számával általában. Eddig működött is a tábla. Aha, ott volt Mörtel, valóban jól emlékszem.
emlékeztem, de Kovacsicot küldték ki a mezrán cigálás miatt. Sopranyi, Tomori. Sopranyi, Tomori lendületből, hetes. Bedöntötte ott a svéd falat. Szokás szerint Vérvic Anita érkezik. Oh, gyönyörű! Szokás szerint, de fantasztikus cselle lőtte be. Ennek is a lassítását látjuk. Szegény kapusnak kapuban a labda, amikor mozdul. Kapus cseréltek egyébként, ezután a svédek Zimmergren jött. Görvic pedig 8 gólos, nem volt még kimaradt büntető a mérkőzésen. Hát is belőtte valamennyit, és Görvic is. Az meg egy támadó szabálytalanság. Görvic. Tomori, Sopranyi. Görvic vértennek. Nem ért le még vértem, viszont közel volt a kapushoz. Zimmergren védett így. Nem baj, én azt mondom, hogy akkor szép jelenet volt. Majd odaadják a kapusnak, lehet, hogy visszapattant Vérterre. Nem tudni, hogy mennyi van még a kiállításból, de ember hátrányban vagyunk. Viszont rövidesen kiegészülünk, mert szaporászni már készülődik. Torstensson. Nagyon szép passz volt. Bizonyán jól lőtt passz volt ez a Wickenstennek. És abból a magasságból, ha még föl is ugrik, akkor tényleg nagyon nehéz elérni ezeket a passzokat. Most már teljes létszám van a pályán a magyar válogatott. Wickenstenn 4 gólos, 4 lövésből. Jól játszik. Szamolánszki, Tomori. Majd eltörte a lécet, bal szerencse. Gudén. Kisztás Helgeson, Gulden. Bolson viszi befelé a labdát, egy kicsit hosszú. Kisztás Helgeson, ajaj, akartam mondani, hogy nem ért el, de azt nem értem sem. Kisztás Helgeson. Volt egy kis itt a labda, hol a labda játék. Nem kicsit cserélni, bent van a Sopronyi, védekezni. Kisztenson, Gulden tovább. Szélső befutás Bosszontól. Van egy szép ütközés. Sopronyi volt Torstenssonnal szemben, Gulden. Lepattintja Tomorin két ember, Hiberg. Levédekeztik most őket. Ez most jó védekezés volt, nem nagyon tudták a svédek, hogy mihez kezdjenek. Igen, és hát ez a fantasztikus közönség is besegített, úgyhogy igazán jó érzés egy ilyen hangulatú csarnokban játszani, még egy ilyen előkészületi, egy felkészülési tornán is. Így volt ez egyébként tegnap előtt az Ózdi közönséggel is, és alaposan kitettek magukért. És két kéz nyúl bele a paszba, Gulden hozhatja a labdát. Kisztás Helgeson, Gulden. Sopronyi volt a szélen, de ő sem ért oda időben. Bolson, a második gólja. Igen, jól semlegesítették a magyar kapusok eddig Bolsont. Három-négy védett lövésére is emlékszem. Tomori. Sopronyi. Kicsit későn ugrott fel érzésem szerint. Alme. Talán bátortalanul is lőtt el. És Herr! Egy nagyon nagy védés, zicserben, Wickenstenn most már nem 100%-os. Ezeket a bravúrokat hiányoltuk az első fél időben, úgyhogy szépen hozzátette ez az előnyhoz a maga eredményességét, illetve hárításait a Herrról. Jól védtük, ezekben jól volt a második fél időben. Körtel, bemegy zárni Tomorinak, aki pedig talpról. Óriási gól volt ez is. És az átlövés gólok is megjöttek a
félszérről, ám lőne közbe Tomori, lesáncolja, indul Vérten, nagy versenyfutás Islas Helgessonnal, Vérten egy hajszállal megnyerte ezt a versenyfutást. Magnus Johansson pedig odaadja Per Johansson kezébe az időkérés jelző táblát, mint egy jelezve a szövetségi kapitánynak, hogy itt az idő. Nagyon sok ilyen edzés gyakorlat van, hogy párhuzamosan megy a játékos egy ilyen eldobott labdára, de azt hiszem a vértenoros jelenet nem sokan megy. Tudásokat játszani! A beállót engedjék ki a Zsuzsi! A hármasok engedjék ki erre a területre, és a szélső kivehetnek nyugodtan az átlövőkre, hogy betereljük a játékokat középre, de ott megfaltolni őket! Ja? Hát az Orsi is, és a másik oda az Adi is jöhetnek a lövőkre emberfogásra! Ja? Húzódása a combjában, ez is hátráltatta a tegnap előtti mérkőzésen. Nyoma sincsennek ma. Általában persze neki bármi baja is van, az nem látszik a produkcióján. Igen, hát ő egy csupaszív játékos, egy igazi példakép lehet ő is. Bejött megint a jobb szélre Hagman, Mikensten helyére Gulden. Islas Helgesson. Hagman. Gulden. Gulden. Islas Helgesson. Gulden. És Herr. Kivédi Hagman lövését. 17 esztendős jobbszélső, picit talán bátortalan volt, mert könnyedén védett. Tomori. Iberget Logman segítette ki. Megint fölállunk egy... És Herranita jött be egyébként. Helycserével. Ő Tomori. Nagyon szép. Lövethetjük Tomorit, mert a második félidőben újra magára talált. Az első fél elején volt két gólja, most tett hozzá még hármat. Herr, a kipattanónál meg asszisztálunk, Herr! Iszonyatosan jól véd. Vértennek mutatja közben Imre Vilmos, hogy jöjjön le, Vince Melinda érkezik a helyére. Fantasztikus kerülahúrok egymás után. 29-23, és belül vagyunk az utolsó 10 percen. Görbic, Herr Anita. Tomori, Herr. Görbic. Rövid felsőt vette célba. Mi egy kicsit közelebb ülünk ide, ez nagyszerű lett, mert kicsit talán féltette a kezét az Anita, mert ott a svéd játékos elég keményen odalépett. Itt pedig Gulden simán bevitte a labdát sajnos. Görbic. Tomori, Görbic. Herr. Nagyon szép ott Vince Melinda, gyönyörű befutás. Szép játék volt. Megfelelő ütemű passz. Vince gyorsan gólt szerez. Tudatos, és hát innen a csarnokból látszott, hogy amikor itt a átadási passz van, akkor már üres befutóba a szélső beindult nagyon szép ütemre. Gyönyörűen még rajta akció volt. Ön egyébként majd rövidesen Bognár Barbara és Balogh Barbara is a mieinknél. Lesz Helgeson. Jól tartóztatják fel Görbicék. Gulden. Alm.
Lemaradunk a beállóról, kihagyja Klogman, viszont a fiatal Hagman belőli a kipattanót. A második válogatott meccsen a második gólja Skurunak, illetve a Skuruban játszó Hagmannak. Lőtt egyet a szlovénoknak, meg egyet most nekünk. Bejött a két Barbara, Bognár irányítani, való pedig beállóba. Igen, csak fiatal és tapasztalatlan, válogatott szinten tapasztalatlan csapat most nálunk a pályán. Herranita kivédi a kapus Zimmerbrenn. Koncentrálni kell még Alma. Bognár tartotta meg Islas Helgeson. Aztán Vincent megtámasztja szemből a szélsőt, össze, ő is megsínli az ütközést, igen. Szerencsétlen összetérdeltek, úgyhogy ez nagyon tud fájni. Torstensont küldi be közben Per Johansson, Torstenson pihenhetett egy kicsit. Most egy talán sebezhetőbb magyar védelemmel, gondolom így érzik a svédek. Azzal szemben visszajön, és ott érdelt bele egyébként Vincébe az ellenfél. Ez bizony kellemetlen. Kastensa. Mulden, ám a jobb átövő most. Kastenson. Kiállítás, Kornyákot szerette volna kiszórni. Hulden összerántotta a magyar falat, és ezeket már belövi Hagman. Volt két elrontott lövése, de nem szekte kedvét a 17 esztendős fiatal szélsőnek mindez. Igen, és elég nagy helye is volt hozzá, úgyhogy... még figyelni kell, mert négy gól az előnyünk, de van hátra 6,5 perc. Balog, Herranita, Tomori, Bognár, Tomori, Herr sodródik kifelé, szabad dobás, Tiber tüzeli a többieket, nem mintha nagyon rászorulnának, de ő ebben a tekintetben is pilót közülük. Bognár le a szélre, Vince Melinda, sajnos elég lassú volt ahhoz a labda, hogy odaérjen a svéd szélső. Szabad dobás, Bognárral ütköztek keményen, és védeké a labda. Torstensson. Hulden, Alm. Hulden. Torstensson beviszi középre, nem tudta elvállalni. Most figyelni, Torstensson. Talpról, a lécről pattan ki, Vince nem figyel a kipattanóra, amely pont ott köt ki Hagman kezében. Három gólt lőtt pillanatok alatt, az ő vezérletével felzárkóznak a svédek. Sajnos amióta elkezdtünk cserélgetni, azóta csak ők lőttek volt. 5 perc van a végéig. Orbán. Herr. Klogman állította meg. Tomori, kis időkérés. Azt hiszem, hogy ideje volt, mert most lehet bebiztosítani a győzelmet, meg kell is, hogy ne kelljen izgulnunk a végén. A Torstensson kéne játszani. 13-as balra. Balra elkezd a 13-as. Kis hosszú, 3-as, 8-as. És ide jön a Bogi. Ide kerül belőle. Tehát ott kis hosszú a Zsuzsiéknál, és elkezdik a 3-as, 8-as középen. Bogi, Anita, Zsuzsi. Zsuzsi bekerül a 2-3-as közé. Gyors passz ide a Boginak. És itt legyen a baba, zárja ki a Torstensson. Ott pattintott bejátszás. Biztosra 100%-os Zitzerre játszani. Bogi, ha nem jó, akkor vehet meg a helyet ott kifelé. De Zitzerre kell játszanunk. Jó? Kell a gól, hangzott el a
az időkérés végén, és hogy mennyire így van, erre irányult a teljes időkérés gyakorlatilag, hogy hogyan lőjünk gólt. Igen, és ez végül is három gól, megnyugtató előny, de a fent lévő játékosok meg egy kiélezett helyzet, amiben meg kell csinálniuk ezt a feladatot eredményesen, úgyhogy ez is végül is egy jó teszt a kapitánynak, hogy ezekre a játékosok a ilyen helyzetekben hogyan tud számítani. Balogot elrántották, Tomori, Bognár, őt is megállították. Üver mutatja, hogy törlésre lesz szükség, ahol elestek. Alig több, mint 4 perc. Egy gól rengeteget jelentene. Tomori, Vince, Bognár, erre simán odaérnek. Tomori bepattintják. Balog azonban nem tudja megfogni, talán meg is előzték. Torstenson, Orbán birkózza le. Ez fontos volt taktikai faltnak, amit az Orbán csinált. Jó. Azonnal nem mehetett. Nem fújják vissza a játékvezetők, ez rutintalanság volt Hagmántól. Vince pedig éppen ellenkezőleg rutinosan éppen annyit volt rajta, amit még lehetett. Miatt a pálya közepén van egy elég nagy folt, úgyhogy ezt föl kell törölni, mert veszélyes lehet. Ott esett el Torstenson és Orbán. Való Barbara most lejött, és Cipran itt a támadásban benne a miénknél. Törölni kell a másik oldalon. Hatosan belül is. Her, Orbán, Bognár Tomorinak, Logman odaér, Her, Bognár le a szélre, Vince nem tudja bevinni, Tomori, ő pedig egy kicsit faltosan volt kénytelen ellőni, nem tudom, hogy kénytelen volt, minden esetre Zimmerlén kivédte. Talán itt a Vince mellé egy kicsit elaludt, mert rá volt játszva ez a figura. Ha ráindul, akkor akár be is lőhette volna, vagy hetes kiharcolhatott volna. Nem baj, hát nézzük a védekezést. Torstenson és Hornyák. Nagy feladata van Hornyáknak, mert Torstenson messze a legveszélyesebb a svédeknél. Akcióból legalábbis, Gulden. Alm húzza le a szélre. Be kellett segíteni a Vincének, viszont ott maradt Hagman, és onnan sorra lövik a gólokat. 4-et szerzett már Natali Hagman. 30-28, kevesebb, mint 3 perc a végéig. Fönt van egyébként a 3, majdnem újoncunk, mert azért egy válogatott meccs van már a hátuk mögött. Valamint Herranita, Tomori és Vince a pályán. Bognár. Her, Bognárnak. Vince. Tomori, Orbán, Herr, Bognár most a bal szélen, Vince, Merinda, Herr, valakinek vállalkoznia kell előbb-utóbb, főleg így, hogy nincs szabálytalanság, most van szabálytalanság. Bognár, fönn a bírók keze, nem tehetett mást a Herceg-Sidi páros, Bognár bebújik, ez igen! Az első gólja a válogatottban. Kényszerhelyzetben cselekedett. De nagyon jól, és amit mondtam, hogy ilyen kiélezett helyzetben, ugye ő gyakorlatilag itt debütáló itt most a válogatottban, egy nagyon fontos helyzetet vállalt el, be is lőtte. Ezek mind-mind olyan jelzések a kapitánynak, hogy számíthat rá, és ilyen helyzetekben, és ő nem ijed meg a lehetőségtől. Így igaz. Vissza pedig védekezésben fogta most meg Dogmán. Orbán mellett leteszik a szélre, újra gólt lőnek, ezúttal Skogsberg révén. Kár ezekért itt a végjátékben, ezekért a szükségtelen és elkerülhető szélső gólokért, mert olcsón adtuk ezeket a gólokat nekik. Orbán, Bognár Tomorinak, Bognár, nem kell siettetni a támadás befejezés, Tomori, Herr, Tomori. Alig több mint egy perc a végéig, arra kérlek, hogy Marion gondolta, hogy ki legyen a mérkőzés legjobbja, de nézzük egyelőre ezt a támadást. Bognár,
Erle a szélre, Orbán nem lehetett vele bemenni, fönn a bíró keze, és elveszik anélkül, hogy ellőttük volna. Torstenson ne tudjanak indulni. Alme. Vár Torstensonra, ki kell rálépni, hervédi ki. A kipattanó pedig Bognáré. Volt ott egy kis pankráció is. Véd edzőkettős mindenkinél jobban látta érzésük szerint, hogy ott mi történt, reklamálnak is. Ketten állnak, erre figyelmeztetik. Azt hiszem, egy technikai aztán... két percet fog kapni. Piros lap Per Johanssonnak. Hát őszintén szóval van rá jelző, hogy hogy viselkedett az egész mérkőzés folyamán, függetlenül azért, hogy ellenük fújtak. Független attól, hogy ellenük fújtak, igen, mert ugye általában nem szoktak a hazai csapat. Ki kell állni egy svéd ellen. Játékosnak, ugyanis... igen. Ó, azt hittem nem értik a szabályokat, mert ott ide-oda küldözgették a játékosokat, de csak azért, mert nem tudták eldönteni, hogy kit hívjanak rá. Tehát ilyenkor a csapatok sújtják gyakorlatilag, és egy kettőperces kiállítást. Érett nekik egyébként. Amúgy sem volt sok esélyük, ugye nyerniük kellene ezt a meccset ahhoz, hogy megnyerjék a tornát. Bognár kivédi még Zimmerlén, hát ő is szinte debütál, de meglehetősen jól véd, vagy nagyját tesszük, megítélés kérdése. Gulden, Alm, Cipra, jól begyűrik oda Almot. Másodpercek vannak hátra, belesípolnak Tottenson Sasszézot. Miért nehezményezi, hogy nem adták meg ezt a gólt. 31-29 a vége, lehetett volna akár 31-30 is. Igen, ugye beszéltünk a mérkőzés legjobbjáról. Igazából én vaciláltam a Herosi, illetve hát a Görbic Anita között. Az Anita nagyon jól játszott, de azt hiszem, hogy most ezen a mérkőzésen a Herosit választanám, hisz a második nagyszerű teljesítménnyel járult hozzá itt a csapatnak a győzelméhez. Hallgathatják majd őt is rövidesen, meg láthatják az eredményhirdetést, és rövid időre búcsúzunk. A közvetítés támogatója az MKB Bank. Kutyus, tudom, hogy sok a dolgod, de Máténak kellene segíteni a háziában. Bárki csatlakozhat. A családi csomagban kártyás előfizetéssel is 0 forintos percdíjon beszélhet szeretteiddel. És most 3 hónapig havidíj nélkül is kipróbálhatod. Sőt, a Nokia 5000 praktikum csomagban most csak 15.990 forint. Pannon, közel hozzád. Szupercsapatok, világsztár focisták, legendás stadionok, fanatikus szurkolók, nagy pénzek, szponzorok, botrányok, tragédiák, emlékezetes pillanatok. Egy szóval minden, ami a futball világát jelenti. A Spektrummal bettentes lehetsz a fociban. Aki ismeri a focit, az ismeri az egész világot, hiszen foci az egész világ. Vasárnaponként a Spektrum műsorán. A 30% kedvezmény a Fiatnál márciusban is folytatódik. A Fiat Grande Punto mellett most már Bravo modelljeinket is 30% kedvezménnyel kínáljuk. Fiat, a kevesebb több. Férfiaknak, akik győzni akarnak. Akár a hajhullással szemben is. Bemutatjuk az új hajhullás elleni sampont és tonikot a Nivea Formentől. Új Hair Recharge. Stimulálja a hajgyökereket, elősegíti a haj növekedését és csökkenti a hajszálak természetes elvékonyodását. Új hajhullás elleni rendszer. Nivea Formen. A férfiak választása. Csupa öröm. Ahogy körülnézel és kicsit magasabbról látsz mindent. Megszűnik a külvilág, és csak te számítasz. Rajtad múlik, mit hozol ki a lehetőségeidből. Aztán a megérkezés biztonsága is öröme, a csobbanás. Amikor megérint a víz, amikor körülölel az élet. Válság ellen válasz okosan, válasz kisebbet, válasz hazait. Suzuki, a mi autónk.
Megjöttem. Megálmodtam, nyuszó-muszó. Tudom már, mibe tegyük a pénzünk. FHB biztos betétbe. Tudod, mennyi a kamat? 12. Honnan tudtad? FHB biztos betét. 3 és 6 hónapos lekötésre 100 000 forinttól évi 12%-ot fizet. EBKM 12%. FHB, a hiteles bank. Te már a szobádban vagy? Igen, ágyban. Na jó, akkor a reggelinél holnap. Oké, okay, holnap. Szia. Dénes, már ágyban vagyok. Válaszd a Vitamax Extra közül az esti perceket, és hívogasd barátaidat esténként 0 forintos perc díjért. Vodafone. Ez a te pillanatod. Mi az, ami igazán számít? A forma. A tágas tér. A környezet. A lélek. Az új Hyundai i20. Az alábbi modellekre 5 év kilométer korlátozás nélküli Hyundai garanciát adunk. Kezdődhet tehát az eredményhirdetés, miután az már tegnap eldőlt, hogy a szlovénok a harmadikok lesznek, így Felső Zsolcán megkapták az ezért járó kupát. A második helyet pedig a svéd válogatott végzett, amely legyőzte a szlovén csapatot, és itt kikapott derekas küzdelemben 31-29-re Magyarországtól, Huber Gessiát, Sinka Lászlótól a második helyért járó kupát. A magyar válogatott pedig ezúttal is megnyerte a Pannonkupát, őrzi veretlenségét a kupák történetében. Dr. Majoros Jemese, a Pannon sajtó és információs igazgatója adja át a díjat Görvic Anitának, a magyar válogatott csapatkapitányának. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kapcsolat. A névadó szponzor és a női kézilabda válogatott között. És a válogatott meghálálja ezt, hiszen ezeken a tornákon valóban nagyszerű játékkal szépen hazahozva, illetve hát itthon tartja ezt a kupát. És most jönnek a külön díjak. A legjobb szlovén játékost is megválasztották már. Most pedig ugyancsak dr. Majoros Jemese adja át majd a legjobb svéd játékosnak, a legjobb magyar játékosnak, illetve a torna volt királynőjének, vagy elárulhatom volt királynőinek a díjakat. Egyébként a szlovénok legjobbja, tehát egy Cserenyák lett. A svédeké pedig Johanna Alm. A mesterek egyébként, ha jól tudom, akkor maguk jelölik ki, hogy az ő csapatukból itt tartottak a legjobbnak a tornán. A magyar válogatottból pedig Kerorsoly, aki jól védett a szlovénok ellen, kiválóan védett most is, tehát két remek teljesítménnyel a háta mögött teljesen megérdemelten kapja ezt a díjat érzésem szerint. Igen, és gratulálunk neki, hiszen Pálinger Katalin után nagyon nehéz minden kapusnak újra pótolnia őt, de továbbra is mondom, hogy itt Katalint azért visszavárjuk a válogatottban. Johanna Alm az egyik gól királynő 13 góllal, és akik látták a két mérkőzésünket, mármint a magyar válogatott két mérkőzését, és követték az eseményeket, azok tudják, hogy kilőhetett még ennyit, ha már volt versenyről beszéltem. Görvic Anita. Ma egyébként ugyanúgy 8-at lőtt mindkét gól királynő, az első meccseiken pedig 5-5-5 a szlovénoknak, tehát ebben a tekintetben sincs különbség. Szántó Andrástól vette át egyébként a díjat.
Gyulai Miklósnál már ott van Imre Vilmos szövetségi kapitány, úgyhogy gyorsan kapcsoljuk is a riport helyszínt. Köszönöm szépen, így bizony. Hát megvan a torna győzelem, ami azt gondolom, hogy fontos, és én ezért mindenképpen gratulálok. És a játékkal hogy voltál elégedett? Azért az első fél időben a szakértőik is többször kihangsúlyozták, hogy a védekezés ez még mindig nem az igaz. Igen, hát látszik a hullámzó a teljesítményünk. Sokféle célunk volt a tornán, meg a héten az edzőtáborban. Hát a torna győzelmet megszereztük, talán ezzel az egyen lehetek elégedett az eredménnyel. A mutatott játékkal már kevésbé. Hát nyilván az feladatunk volt, hogy mindenki bizonyítsa a tudását, ki mire alkalmas, ki mire alkalmatlan. Hát hasznos tapasztalatot szereztünk, itt fogjuk értékelni ezt a mérkőzést, és levonjuk a megfelelő konzekvenciát belőle. Erről hallhatunk egy kicsit bővebben, vagy ez majd az értékelés után? Már hogy levonjuk a megfelelő konzekvenciákat. Most érjünk, hogy esetleg játékosokat érint ez a történet, vagy ennyire még ne szaladjunk előre? Ez játékosokat is érint természetesen, hát versenyhelyzet van, azért voltunk itt 16-an, hogy valaki bizonyítsa azt, hogy alkalmas valamire, vagy alkalmatlan valamire, és játék felfogása. És azt szoktam mondani, hogy ki kell próbálni egy játékot, illetve több játékot, és abból egy szűrővel le kell szűrni, hogy mi az, amit megtartunk, mi az, amit el kell felejteni, mert nem tudunk megvalósítani. Hát itt a mai mérkőzésen is volt ebből kellő tapasztalatom, de nyilván ezt először a játékosokkal szeretném közölni. Az az út, ami most jár a válogatott, ez az az út, amit te elképzeltél most júniusra, illetve a VB selejtezőre gondolok? Igen, ez az az út. A fiatalokba bízni kell. Tehát ha egy játékos megkívül a válogatottba, ennek lehetőséget kell adni, hogy bizonyítsa a tudását. Mondom még egyszer, ez nem mindenkinek sikerült, de azért a pozitívumokat kell először felvonultatni. Volt egy nagyon jó szakasz a második fél időben, amit védekezéssel. Fél időben megbeszéltünk egy dolgot, mert igencsak puhányul védekeztünk, főleg a Balátővel szemben, mire külön készültünk. Tehát se a nyitotta, se az árt védekezés, ezt nem tudtuk megvalósítani. Viszont a második fél időben volt egy 15-20 percünk, ami jól sikerült. Ebből kell építkezni, és ebből kell egy-két játékosnak úgy belekapcsolódni, hogy hasznos legyen a játéka. Köszönöm szépen, és gratulálok, és sok sikert a további munkához, és akkor Herr Orsolya érkezik. Orsi, egy gyorsan ezt odaadom, a pezsgőt, hát gondolom el fog fogyni, gratulálok, két mérkőzés, két remek teljesítmény. Milyen volt belülről ez a torna, meg most ez a mai meccs? Köszönöm szépen először is, hát nagyon jó volt ez a torna, úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt, hogy tovább fejlődjünk, úgy gondolom. A meccsről annyit szeretném mondani, hogy a védekezés az első fél időben nem volt az igazi, de a másik fél időben úgy gondolom, hogy összekaptuk magunkat, és jobban tudtam én is teljesíteni a kapuban. Te hadható segítségedem, az lehetett látni, hogy aztán te üsztet hajtottad a lányokat. Hát igen, megpróbáltam őket, de szerintem nem hallották akkor hangzavarban, ez engem is dopingol egy kicsit, de remélem hallották ők is. Kialakulóban van egy új magyar válogatott, én azt gondolom lehet ezt mondani, itt most ezen a két mérkőzésen is láttuk, sok új névvel ismerkedtünk meg válogatott szinten. Te azért ennek a csapatnak már egy rutinosabb, tapasztaltabb játékosa vagy, hogy látod te a fiatalok vagy az újoncok helyzetét, hogy megy a beilleszkedést, így gondolom ebbe segítetek azért neki. Először is gratulálni szeretnék az újoncoknak, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a válogatottban lehetünk, és tényleg úgy gondolom, hogy nagyon sok munka áll előttünk. Remélem, hogy minél eredményesebbek leszünk a következő tornákon és világversenyeken. Úgy legyen, és nagyon-nagyon sok sikert még egyszer. Gratulálok, köszönöm szépen Herr Orsolyát, a torna és ennek a mérkőzésnek a legjobbját hallottuk. Én innen a pályaszélről megköszönöm a figyelmet, visszadom a szót Matusz Krisztiánnak és Rácz Mariannak, viszontlátásra. Köszönjük szépen, csak egy gyors kérdés, hogy rövid összegzést, ha kellene adni, akkor mik a legfőbb tapasztalatok? Én is a Dilivel értek egyet, tehát hasznos volt a torna, látta a játékosokat, akiket behívott, akikre kíváncsi volt. A Szlovákia elleni selejtezőre nagyon jó alapot képezett a torna, és hát az újoncoknak és a válogatottnak is további sok sikert, szép eredményeket kívánunk. Így van, köszönjük szépen a figyelmüket Miskolcról, minden továbbit a budapesti stúdióból hallhatnak majd, viszontlátásra! Köszönjük szépen, hát akkor folytassuk ott Laurenc Lászlóval, ahol Gyulai Miki abbahagyta Imre Vilmossal. Mondjuk te tét nélkül mondhatsz akár neveket is, ki mire alkalmas, ki mire alkalmatlan. Hát az újoncok közül, hogyha most... Hát gondolom, hogy Vili is rájuk gondolt, igen. Lényege, állom azt, amit a meccs előtt mondtam, hogy a cifrát egyszerűen nem tudom hova tenni, mert olyan kevés lehetőséget kapott, hogy... Ennek alapján nem lehet eldönteni azt, hogy alkalmas vagy nem alkalmas. A Bognár
több lehetőséget a labdajáratásban látom, hogy ott használható, úgy néz ki, hogy mondja is a feladatokat, de egyelőre még a kapura nem jelent. Bár lőtt egy nagyon fontos volt. Most egy nagy, hát trukkoltam is neki, hogy legalább az az egy legyen meg a két az meccsen. Az az egy meccs labda volt. Igen, és azt megcsinálta, az Orbán meg ma nem kapott labdát, tehát ő valószínűleg csak a melegítésnél utoljára, mert meccs közben semmit. A tegnap viszont, vagy az előző meccsen meg viszont akkor elég jól játszott. Tehát kevéshez még ahhoz. Szóval azért azt összegezhetjük mindenképpen, hogy a nagyon közeli jövőben nem az újoncok fogják megváltani a világot. Hát pillanatnyilag úgy néz ki, nem. Még annyit azért mondanék, hogy a Mörtel visszajövetele, ez úgy néz ki, hogy ő használható lesz, mert nagyon sokat fejlődött, most már nem csak lőni tud, hanem igen sokat fejlődött a pályán való helyzet felismerésbe. Így van, ezzel együtt, hogy amire céloztál az első fél időben is, vagy a szünetben az első fél idő értékelésénél, hogy azért az átlövő teljesítmény az hagyott kívánivalót maga után, hát egy jó Tóth Tímea nagyon kell. Biztos, mert tulajdonképpen van igazi lőhőerő ebbe a csapatba egyedül a Tomori. Tomori, igen. Meg hát Mörtelnek azért, ha sül a keze, igen, akkor... Igen, hát reméljük, hogy fog. Na most ugye Herr Orsi pedig azt mondta, hogy ő is érzi, hogy alakulnak a dolgok, de nagyon sok munka kell még ennek a csapatnak. No, de tudomásom szerint mindössze egy hét lesz a VB-selejtező előtt a közös munkára. Mire elég az egy hét? Hát, hogy mondjam, én azt hiszem, ebbe világcsúcsot állítottam föl, mert az egyik világverseny előtt 4 napon volt az akkori szövetségi jóvoltából, úgyhogy ez ahhoz képest sok, a normálishoz meg kevés. Igen, de ugyanakkor persze olyan sűrű a versenynaptára, hogy nyilván nagyon nem is lehet többet kiszorítani. Hát igen, ez egy nagy probléma, mindig. Ez ügyben egyébként tiltakoznak is a csapatok, úgy tudom, hogy most már nagyon magas szinten, akár női, akár férfi vonalon, hogy valamit ki kell találni, mert ez így nem működik. Hát főleg az élt csapatokat érinti ez, és bizony óriási a terhelés. Edzeni szinte nem is lehet, mérkőzés hátán. És bizony, hogyha egy-egy kulcsember ezekben a sorozatokban kiesik, az szinte pótolhatatlan. Hát reméljük, erre nem kerül sor. Na most, aki ellen készülünk, vagy ugye amelyik válogatott ellen, az a szlovák csapat, amely azért eddig szerencsére sok borsot nem tört az orrunk alá, mondjuk. A svédekhez viszonyítva hol helyezzük el a szlovák válogatottat? Tehát hát, milyen ellenfélre számítunk? Én szerintem gyengébbek. Úgyhogy ott egyértelmű esélyesek vagyunk, úgyhogy ott oda-vissza nyerni kell. Szóval nem lehet gond. Nem hiszem. Hát reméljük, hogy nem is lesz, mint ahogy végül is itt sem volt, már ami az eredményeket illeti, hiszen mindkét mérkőzését megnyerte a magyar válogatott a szlovénok elleni 12 góllal, a mai svédek ellenét pedig 2-vel, közben a svédek legyőzték Szlovéniát, így alakult ki a Pannonkupa végeredménye, vagyis, hogy mi lettünk az elsők, a svédek a másodikok, a szlovénok pedig a harmadikok. Kedves nézők, köszönjük szépen a figyelmüket Laurenc Lászlóval, most búcsúzunk, de önök nézzék továbbra is a Sport 1-et, vagy a Sport 2-t viszonylagosan. Jó éjszakát! A műsorvezetőket a Titan márka gyártója, a Titan Kft. Öltözteti. Digit
digitális műholdas tévézés oda-vissza tekerős csomagokkal bárhol az országban, már 1700 forintos havidíjtól. Hívja a 1221-et vagy rendeljen online. Don't stop me now! Don't stop me now! Such a good time, we're having a ball! Don't stop me now! If you wanna have a good time, I wanna make a supersonic man out of you! Don't stop me, don't stop me! Opel modellek raktárkészletről akár 30% kedvezménnyel. Discover Opel. Mit tesz egy sportolót bajnokká? Az erő. Az agilitás. És mindenek előtt a szenvedély. Az új 3-as BMW most megnyerő ajánlatokkal a márka kereskedésekben. Azért kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi. Csió hagyományos termékcsalád. A tormás sonkás sült krumplit kóstolta már? Aranykormánydíj 2007. Az év motorja 2007-2008. Arany Pegazus díj 2009. Ha nem hisz a Peugeot 308 díjainak, próbálja ki. Minden modellre kiterjedő különleges ajánlatok március 9-től 14-ig a Peugeot márka kereskedőknél, illetve a Peugeot.hu webáruházában. Pump up the volume, pump up the volume, dance. Az új érintőképernyős Nokia 5800 Express Music. Play, share, touch. Hosszú volt az éjszaka. Kezdje a napot az új revitalizáló Q10 géllel, amely felfrissíti a fáradt, kimerült arcbőrt, hogy úgy érezze, sosem volt még ennyire kipihent. Új revitalizáló Q10 gél. Nivea a Q10, krém változatban is, a kiszáradásra hajlamos bőrre. Nivea for men, a férfiak választása. Életre kell. Egy érintésre. KP500 az LG-től. Az érintőképernyős készüléket már 14.970 forintért elviheted. Vodafone. Ez a te pillanatod. Magas fokú irányíthatóság. Kiemelkedő fékező hatás. Professzionális komiabroncs. Tapadj biztosan. Hankook Tire.